Ezt a buszvárót teljesen beborították a Mi Hazánk mozgalom választási plakátjai. Eltávolításukról a helyi polgármester és képviselőjelölt Kis Ferenc gondoskodott. Úgy gondoljuk, hogy a választási munkába beletartozik a plakátok leszedése is. Hát most nekiálltunk, gyakorlatilag ahova raktunk plakátot, ott már mindenhol elkezdtük szedni. Az oszlopokat lévőket már beszedtük. Most ezeket a ragasztott plakátokat, a busz megálló projektet, amit kitaláltam, mint kampányfogásnak, most azokkal szeretnénk végezni. Itt a Landórhegyen volt egy buszállomás, amit hála Isten a városvezetés segített, azt le is bontották, elvitték plakátostól, oda egy újat fognak építeni, és akkor itt a földhivatal előtte teljesen leszettük. Zalaegerszegen már csak néhány kandelláberen lógnak politikai hirdetések. Ezek sorsát a helyi választási iroda kíséri figyelemmel. A jogszabály azt mondja, hogy a szavazás követő 30 napon belül az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték a plakátot, annak el kell távolítani, amennyiben ezt nem teszi meg, akkor pedig ennek az eltávolításnak a költségét viselni kell. Mi ezt figyelemmel kísérjük, hogy hol és milyen mértékben maradtak kint plakátok. A 30 napot megelőzően mindig felhívjuk azoknak a jelölő szervezeteknek a figyelmét az eltávolításra, akiknek kint van a plakátjuk, illetve ha nem történik meg, akkor pedig arról mi gondoskodunk a plakát kihelyezőjének a költségére. A korábbi országgyűlési választásokat követően szükség volt a választási iroda intézkedésére. Erre most nem készülnek, mert mint mondják, a helyi jelölő szervezetek mindig időben gondoskodnak a feladat elvégzéséről.